Megvan az első magyar, akinél a tesztek pozitív eredményt mutattak koronavírusra. Ezt ma jelentette be Mentszer Tamás a külgazdasági és külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Japán mellett helyezték a Diamond Princess üdülőhajót karanténba, amit a napokban feloldottak, az utasok el is hagyták a hajót, a személyzet jelentős része azonban a fedélzeten maradt. Az ott dolgozó három magyar egyikénél pozitív eredményt mutatott a teszt koronavírusra. Őt elkülönítették. Az illető elmondása szerint jól van, nem lázas, nem köhög. Várhatóan két-három napon belül átszállítják vagy egy kórházba, vagy pedig egy megfigyelő központba. A koronavírus megállíthatatlanul terjed, most Olaszországban súlyosbodik a helyzet, több mint kétszázan fertőzöttek meg, öten pedig életüket vesztették, óráról órára nő a betegek száma. Egyelőre öt tartomány érintett, ebből kettőt lezártak Lombardiát és Venétót. Ezeken a területeken van a gócpontja a vírusnak. Több mint 50 ezer embert érint az intézkedés. Minden nyilvános, sport és gyermekrendezvényt felfüggesztettek, a kereskedelmi tevékenységet beszüntették. Az utcák üresek, bezártak az iskolák, múzeumok, színházak, vállalatok, gyárak. A tartományokon belül egyes részeket teljesen lezártak. A vírus közben közelít Róma felé, már Lációban is jelentkeztek betegek. Az Olaszországgal szomszédos országok egyelőre nem vezettek be sem a közúton, sem pedig a vasúton beutazási korlátozást. A magyarországi repülőtereken jelenleg hőkamerákkal vizsgálják az utasok lázát. További szigorításokra egyelőre nem kell számítani. Magyarországon két hetes karantén alá helyeztek 11 magyar középiskolás diákot, valamint kísérőjüket és az autóbuszok két vezetőjét is a Szent László kórházban. A következő két héten belül 2200-an érkeznek Olaszországból a Kolozsvári repülőtérre. A szakemberek minden utast megvizsgálnak majd, és 14 napig otthoni karantént rendelnek el nekik. Kriskóné Dávid Mária, a népi iparművészeti gyűjtemény igazgatója épp Olaszországban tartózkodott, amikor kitört a járvány. Ő még mindig a helyszínen van. Évek óta járok egy baráti társasággal Paganellára sielni, mi nem tapasztaltunk semmit. Rendkívül jó, megszokott hangulatban telik az idő, a sípája, felvonók tele vannak, az emberek kisgyerekekkel, idősek, fiatalok egyaránt jókedvűen sétálnak, sielnek. Mi Trentino körzetében vagyunk, ez nem a lezárt terület, csak amellett van sajnos nem túl messze 100-200 kilométerre, nem tudunk semmit, aki egy kicsit idegesebbők találgatnak, hogy hol töltsük a karantént itt Olaszországban vagy Magyarországon, de remélem, hogy ez csak egy ilyen teoretikus probléma, és ha hétvégén remélem, hogy simán haza tudunk menni. Több mint 2500-an haltak már bele a fertőzésbe világszerte. A külügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a fertőzött területekre most ne utazzon senki. Kínában jelenleg 171, az öt legfertőzöttebb tartományban pedig 20 magyar tartózkodik jelenleg. Olaszország karanténba helyezett két tartományában a külügyminisztérium információja szerint nincs magyar állampolgár.